hiszek az akusztikus zenében és az akusztikus zenének az érzékelésében, hogy az óriási élmény, amikor a bőrödön érzed, amikor egy cselló ott húzza meg előtte, és egyszerűen érzed, hogy remeg a föld, amikor egy énekesnek az a energia, az a hő is, amit kitermel, azt érzékeled, és nem csak a hangmagasságot, amit kiad magából egy felvételen keresztül. Amikor egy zongorának hallod, ahogy azok a húrok, amik több ezer kiló feszültséget hordoznak, az megpendül, az teljesen más, mint hogyha csak egy ugyanolyan hangot hallasz, mondjuk egy elektronikus hangszeren. Zenét hallgatunk, az semmi olyasmi dolgot nem mozgat meg bennünk, mint a közös, valódi, aktív zenélés és főleg éneklés, hanem az valami más dolog, és éppen ezért szerintem így van esély arra, hogy ez valahogyan a közös zenélés az újra megszólítson sokakat. Csíkszerdának van igazából egy elődje, amit úgy hívtunk, hogy Halastó, amit közösen csináltunk egy egyetemi évfolyamtársammal, Halas Dórinak hívják őt, és mind a kettőnket az improvizációs dolgok érdekeltek, illetve az, hogy hogyan lehet más, hogyan a hagyományos lehetérő módon kórusozni. Kicsit nehéz magamat kívülről látni, de azt hiszem, hogy abban viszonylag már gyerekkoromban is feltűnt, hogy mondjuk én eléggé őszintén szeretek kommunikálni, ezt úgy értem, hogy rajtam általában látszik, amikor kedvetlen vagyok, vagy így nem tudom, így nem érdekel valami, cserébe az is eléggé látszik, amikor így érdekel valami, vagy amikor lelkesedek valamiért. És azt hiszem, hogy főleg ezt a lelkesedés dolgot, ezt viszonylag jól át tudom adni. Tehát úgy csak gondolj arra, hogy be kelljen lépni a szoprán kettővel, csak nem kell utána. Et spiritus. Az nekem eléggé fontos, hogy én nem Tancsi bácsi vagyok az iskolában, vagy nem úgy látom magam, vagy nem egy ilyen közösségi kórusvezető vagyok a Csíkszerdában sem, hanem hogy engem abszolút a zene érdekel. Tehát, hogy én abszolút azért vagyok ott, hogy a lehető legjobb eredményt adjuk a koncerten, hogy egy énekórán is akár valami valóban zenei dolog történjen. Tehát mindig az az első és a második csak a pedagógiai rész. És szerintem ez zenetanárként ez egy jó hozzáállás. Jobb, mint hogyha mindig a közösség lenne az első, és a zenei produktum a második. Ez röviden, hamarabb. Incerta. Ugye, tulajdonképpen. Sajt. You shall find a
nem, nézd ide! Most! Luci cara, luci belle, cari lumi amate stelle, date calma questo cuore, date calma questo cuore. Luci cara, luci belle. Igen, alapvetően nagyon-nagyon hamar egyértelmű volt, hogy így szeretek énekelni, vagy jobban szeretek, mint az osztálytársaim, vagy nem tudom, mit mondjak, tehát, hogy így, vagy a tesóim, vagy nem tudom mi. Tehát így, nekem így nagyon gyakran volt ilyen óavúam, ilyen dallamtapadásom, hogy így sokszor, így, amit énekórán énekeltünk, az így mindig járt a fejemben. És tényleg régebben nem is dúdoltam, vagy nem is ilyen belső hallás, hanem tényleg így hangosan, így meg az utcán, amikor így nem figyeltek rám, akkor így énekeltem, de ez a közös éneklés, ez igen, van egy ilyen pillanat, így tökre emlékszem, akkor a budapesti gyermekkórusba jártam, szombaton reggelenként, és a Kossuth téren, most a mezőgazdasági múzeum, vagy valami ilyesminek hívják, tehát a parlamenttel szemben az egyik épületbe próbáltunk, és akkor így tetszettek a dallamok, meg minden, meg szerettem énekelni, meg viszonylag jól énekeltem, azt hiszem, de volt egy ilyen, hogy így volt keverve ültünk, vagy kevés volt a mezzó, én mind mezzó voltam, és alig voltak, nem tudom, hogy mi volt, de az a lényeg, hogy úgy ültünk, hogy mellettem mind a két oldalon egy másik szólamot éneklő ember volt, és akkor és egy nagyon szép hangú altlány ült mellettem, arra emlékszem. És akkor így ez ilyen harmónia így megszólalt. És igazából azóta is én mindig legalább három szólamot szeretek, hogy együtt legyen, mert azt hiszem az olyan teljes, egy ilyen hármas hangzat, vagy persze egy négyes, vagy annál több, az olyan nagyon, nagyon felejthetetlen élmény. Észrevettük, hogy gyakran szeretünk a próba után így a felgyülemlet, hogy nem feszültséget, hanem a koncentrációval járó fáradtságot, vagy elégedettséget, vagy tök mindegy, hogy nevezzük. Tehát, hogy azt, amit a próba alatt felgyülemlet, azt szeretjük levezetni egy ilyen kötetlen formában, beszélgetve, esetleg sört vagy bort rendelve, vagy szóval egy picit ilyen társaságként megélve, vagy megbeszélve a próbán történeteket, vagy tök másokat. Az a lényeg, hogy ez két tökre egyszerűen identifikálható, ott csak együtt van, és azért az egésznek így kevésbé van karakter, ezzel, amikor összeöntöd a tegnapi, meg a tegnap előtti leves, akkor kevesebb karakter lesz neki. Itt szerintem már kezdtünk el énekelni, de akkor nem szóltak be. Tehát ez biztos, hogy nincsen a fekete listánkon. De most azt nem tudom, azért nem, főleg amikor kevesebben vagyunk, mi például ma nem vagyunk olyan sokan, akkor ritkán gyújtunk rá egy-egy dalra, vagy legfeljebb egyre. De azért van olyan, amikor úgy van, hogy azért úgy végénekeljünk el. És akkor mondjuk az biztos egy nagyobb megterelés az embereknek. Az emberek valahogyan egyébként félnek az énekhangtól, én nem tudom, hogy miért. De rendszeren, igen, tehát az ilyen, mert ez egy ilyen nagyon intenzív jelenléte az embereknek, és tök érdekes módon az egy csomó emberben ilyen visszáságot kelt. Mi az, ami elképesztően a fontos ebben a mindában, hogy tempóba maradjon? Ki a felelős ezért? Nem! Hagyományosan azért én vezetem a kórusokat, úgy értem, hogy a csík hétfőt esténként, akkor a csík gyerekkart, ami kett délután van, a csík holnap nevű kamasszokból álló együttest, ami kedden késő délután, utána még van a csík zenekar, aminek az egyik vezetője vagyok, ott ezt ketten csináljuk, és akkor a csík szerdát és a csík csütörtököt, tehát hogy alapvetően azért én nagyon sok időt töltök ezzel. Akkor ez azt jelenti, hogy minden alkalommal elszakadtáljönni vagy a kocsmázni? Tehát ez neked azt jelenti, hogy igen. Kb. Négy kocsmázás. Igen. Én eléggé jól bírom, igen.
engem mindig is a zene érdekel, de azt jól látod, vagy azt nem titkolom, hogy én például hárfás is voltam, ami egy tök szuper dolog, és én imádom a hárfát, meg a hárfa irodalmat, meg szeretek a hárfán játszani, de az ki van zárva, hogy én csak egy hangszerrel osszam meg a zenei élményeimet. Vagy nagyon szuper vagy, vagy ne is csináld. Ami nagyon-nagyon sok dologban nem így van, de az zenélésben, mivel úgy látszik nem annyira praktikus dolog, ezért így alakult. Mi lenne, hogyha például a beszédhibás gyerekek nem beszélnének? Vagy mi lenne, hogyha azok, akik máshol két éves kor, vagy három éves korban nem beszélnének, azt mondanak, hogy te nem tudsz beszélni, ne is próbálj. Akkor velem is ez lett volna. Vagy aki háromszor segre ül, vagy négyszer, mikor fel akar állni, akkor azt mondanánk, hogy ne is próbálj meg fölállni. De a zenéssel simán ezt mondjuk egy 5-6 éves gyereknek, aki próbálja énekelni, olyan hamisan énekelsz, inkább ne énekel. Mert ugye azt gondoljuk, hogy akkor úgy lehet anélkül úgy is élni, és akkor inkább itt ne szennyezze a nem tudom az a mi fülünket. Amikor mással pedig sokkal megértőbbek vagyunk. Igazából én olyan kórussal nem találkoztam előtte, mint a Csíkszerda.